Mi történne velünk, ha egyszer csak kihunyna a nap? Szerencsére nem kell túlaggódnunk magunkat emiatt, mert valószínűleg hamarabb kihal az emberiség, mint hogy ez megtörténjen, de ettől függetlenül a fantáziánkat elkaphatja a gondolat. Mind azonnal meghalnánk, vagy igazából simán túlélnénk. És mi lenne a Földdel, na meg a naprendszer többi bolygójával? Sziasztok, Márk vagyok a 10-es listától, és ma nézzük meg, mi történne, ha hirtelen eltűnne a nap. Elsőként nézzük meg, hogy mégis hogyan következhetne be a dolog. A kutatók szerint a napunk életének vége ugyan elkerülhetetlen, de ezzel még 5 milliárd évig nem kell számolnunk, úgyhogy ne is aggódjatok ezen. Viszont a nap még ekkor se fog tudni egyik percről a másikra eltűnni. A nap hidrogén készlete egy ponton el fog fogyni, ez pedig a csillagunk megnövekedéséhez fog vezetni. A magot a gravitációs erő össze fogja húzni, a napunk többi része pedig hatalmas tágulásnak kezd, ekkor válik vörös óriássá. Ezután nagyjából 1 milliárd évig vörös óriásként éli majd az életét, majd ahogy a hélium is elfogy, a gravitáció újra munkához lát, és fehér törpét varázsol a napunkból. A nap végül fehér törpeként az utolsó, addig felhalmozott energiáját is kisugározza, és végül meghal. A jó hír, hogy a kutatók szerint a napunknak legalább 7-8 milliárd éve hátra van eddig, viszont a rossz hír, hogy minden becslés szerint az emberiség addigra már rég ki fog halni. Úgyhogy ezt mi már nem tapasztaljuk meg. De nézzük meg, mi történne, ha egyszer csak tényleg kihunyna a nap. Azt, ha a nap kihunyna, viszonylag hamar észrevennénk, de nem egyből. A fénynek 9 percre van szüksége ahhoz, hogy eljusson a bolygónkig a naptól, így pont ennyi időbe telne, hogy rájöjjünk, valami eltűnt az égről. Persze, ha ez éjszaka történik, akkor csak azt vennénk észre, hogy az alapvetően sötét ég tényleg korom sötétté válna, reggel pedig a nap felkelte helyett ugyanolyan fekete égboltra pillantanánk rá, miután elhúzzuk a függönyt. Viszont az éjszaka közepén is lenne egyértelmű jele annak, ha a nap egyszer csak beadná a kulcsot, ugyanis a hold is eltűnne vele együtt. Az égítest ugyan a helyén maradna, de a fénye megszűnne, mivel ez csak a ráeső és onnan visszapattanó napfény. A napenergián alapuló eszközeink ezután egyből használhatatlanná válnának, bár az aksiukban tárolt energiát persze még hasznosítani tudjuk, amíg kitartanak. Ezután viszont csak és kizárólag ócskavasként tekinthetünk majd ezekre. A hőmérsékletet tekintve hasonló lenne a helyzet ahhoz, mintha úgy döntenél, a megmaradt, de még meleg vacsorád másnap még befejezed, ezért berakod a hűtőbe. Hiába került a meleg étel a hűtő hideg belsejébe, az nem fog egyből lehűlni. Ebből kiindulva képzeld el azt, hogy a hűtő belseje a világűr körülöttünk levő része a nap nélkül, a vacsorád pedig a bolygónk. Pont ugyanúgy, ahogy az étel, a föld se hűlne le egyből, és nem fagyna be minden szinte azonnal, viszont elég idő eltelte után az elkerülhetetlen lehűlés lenne a végkimenetel. Viszont ez nem jelenti azt, hogy a bolygónk felszínén a nap hiánya ne jelentene rövid időn belül nagy problémákat. A Föld felszínén az átlag hőmérséklet egy hét alatt mínusz 15 Celsius fok alá csökkenne, ami nyilván kellemetlen, de közel se elég ahhoz, hogy hirtelen kihaljon minden élet. Ugyanakkor egy év után ez a mínusz 75 Celsius fokot is elérné, ez pedig már bőven elegendő fagy az élet megszűnéséhez. Legalábbis a felszíni élet esetében. A bolygónk vizei is befagynának, bár ez egy hosszabb folyamat lenne. A víz felszínen ugyan hamar jégpáncél jelenne meg, de pont ez elzárná a mélységet, így a vizeink mélye több ezer évig is folyékony maradhat. Ez egyben azt jelenti, hogy habár a felszíni életnek hamar vége lenne, az óceánok mélyén lakó élővilág évezredekig semmit se érzékelne a nap eltűnéséből. Végül a csillagunk hiányában a bolygónk átlag hőmérséklete mínusz 240 Celsius fokra zuhanna, ekkor pedig már az óceánok mélyén lévő vízréteg is jéggé változna. Az extrém fagyás ezeken kívül a légkörünk számára is jelentős problémákat okozna. Konkrétan az atmoszféránk megfagyna és bezuhanna a felszínre, így már semmi sem maradna, ami megvédi a bolygónkat a kozmikus sugárzástól. A jó hír, hogy nem is kellene mit megvédeni, hiszen ekkora már életnek nyoma se lenne a bolygón. A napsugarai nem csak a bolygónk hőmérsékletéért felelnek, hanem a fotoszintézisen alapuló életért is. Ezért, ha a csillagunk eltűnne az égről, az a növények gyors halálához vezetne, ami egyben a tápláléklánc alapjának eltűnését is jelenteni. Ha nincsenek növények, akkor a növényevő állatok éhen halnak, ami a húsevők végét is jelenti. Úgyhogy nagyon sürgősen meg kellene találnia az emberiségnek a módját a növények életben tartásának. A növényvilágban a nap halálát követően egyedül a hatalmas fák élhetnének akár évtizedeken át is. De tegyük fel, hogy sikerül megtalálnunk a megoldást.
Mivel a föld felszín hamar fagyossá válna, meg kellene oldanunk az állatvilág és egyben a saját életterünk problémáját is. Habár valószínűleg az emberiség és több állatfaj is akár pár évig is túlélne a bolygón, ha csak nem költözünk a felszín alatti rétegekbe, drasztikusan lecsökken az esélye a túlélésnek. Az emberiség új otthonára több lehetőségünk is lenne. Az egyik, ha mindenki tenger alatt járóra költözne, és azokkal megcéloznánk az óceán legmélyebb, egyben legmelegebb területeit. Persze nem lenne kényelmes, és a legtöbben hamar megőrülnénk a bezártságtól, de ez egy alternatíva. A másik lehetőség, hogy geotermikus vagy nukleáris erőforrással üzemelő élettereket alakítunk ki, amivel bár nem kellene az óceán mélyére indulni, a bezártság érzése ugyanúgy meg lenne. De legalább a fűtéssel kevésbé lenne gondunk, hiszen a vulkanikus hőt felhasználva melegen tudnánk tartani az új otthonainkat. Például Izlandon a geotermikus hő felhasználása már rég bevett dolog, és a fűtésük 87%-a ezzel történik. Eric Blackman asztronómus szerint a helyiek akár további évszázadokon át is fel tudják majd használni a vulkanikus hőt, mielőtt kiapadna a forrás. Az állatvilág megmentése gyakorlatilag csak az utóbbi módszerrel sikerülhet, hiszen akár mekkora tenger alatt járókat is építenénk, nehéz lenne elképzelni, hogy hatalmas farmokat hozzunk azokon létre. Ugyanakkor a napsugarai nélkül hiába húznánk akár éveken át, igazából hosszú távon lehetetlen feladat lenne az élet fenntartása. Egyedül a földkirekben élő mikroorganizmusok maradhatnának életben, bár ez is erősen kérdéses. Bár a nap által kibocsátott sugárzás, más néven napszél önmagában nem túl egészséges számunkra, ettől még az atmoszféránk a jelenlegi helyzetben megvéd minket. Tény, hogy az atmoszféránk nélkül maga a napszél is végzetes lenne számunkra, mégis igazából megvéd minket a még nagyobb fenyegetéstől. Az univerzum távoli pontjai felől érkező kozmikus sugárzás ugyanis a számítások szerint sokkal erősebb ennél, és egyben halálosabb is lenne ránk nézve. Az atmoszféránk önmagában nem jelentene ezzel szemben elég védelmet, erre szolgál viszont a csillagunk. A kutatásokból kiderült, hogy a napszél egy védő réteget képez a naprendszer körül az intergalaktikus űrből érkező kozmikus sugárzásokkal szemben. Ez a plazma pajzs szűnne meglétezni a nappal együtt, ezáltal pedig a Föld is teljes mértékben kitetté válna az eddig megállított sugárzásnak, ami akár rövid távon is a halálunkat okozhatná. A viszonylag egyértelmű következményeken túl lenne még egy, amire elsőre nem is biztos, hogy gondolnál. A Föld a nap gravitációs mezejének köszönhetően kering a csillagunk körül, ez tartja a bolygónkat a pályáján. Viszont ha a nap megszűnik létezni, nem lesz mi vonza a bolygónkat, ezáltal a Föld neki romadna a világűrnek. Ez pedig nagyon sok lehetőséget szül a katasztrofális végnek. Az univerzumban szabadon bolygó Föld neki csapódhatna üstökösöknek, vagy akár más bolygóknak is, de egy fekete lyuk vonzásterébe is bekerülhetne, ami szép lassan elemésztené. Egyértelmű tehát, hogy a napunk gyakorlatilag minden földi élet alapját jelenti, nélküle pedig vagy így, vagy úgy, de nem húznánk sokáig. Így télen, amikor a napsugarak más szögben csapódnak be hozzánk, valamennyire átérezhetjük a hőmérséklet és a hosszú sötétség problémáját, sőt a Föld egyes területein az emberek ehhez még inkább hozzá vannak szokva, hiszen van, ahol hosszú hónapokig sötétség és fagy honol. De ez közel se olyan, mintha a nap úgy, ahogy van, megszűnne létezni. Azt egyszerűen nem élnénk túl. Mára ennyit a 10-es listáról. Ha tetszett a videó, akkor dobj egy lájkot, és ha még nem tetted meg, iratkozz fel a csatornára, hogy elsőként értesülj a legfrissebb tartalmakról.